Sziasztok, újra itt vagyunk a Főző Birodalomban. Egy picit mögöttem van Portugália, ami az utazásokat illeti, ezért a receptekben is érezhető majd a hatás. Például, amivel indítunk, a pão de queijo, ez egy brazil nemzeti étel, reggelire fogyasztják kávéval, fekete kávéval, de fogjunk is hozzá, ugyanis 20 perc az egész, az elkészítéssel együtt, maximum 25 perc, parmezán, tápióka liszt, olívaolaj és egy kicsi só. Tulajdonképpen a gyenge pontja pedig csak a tápióka liszt beszerzése, de ezt a recept közben majd elmondom, hogy hol tehetitek meg. Egy nagyobb fazékban, edényben készítjük el, hiszen ez a gáztűzhelyen készül, majd pedig megy a sütőbe. A sütőt már előmelegítettem 180 fokra, ezzel pedig míg bemelegszik, pont elkészítem a hozzávalókat. A tápióka lisztnek van egy tipikus illata, hát nem a kedvencem, egyébként így natúran, de mennyei lesz a kis sajtos golyójainkban, ugyanis a pão de queijo, ez hát portugál, brazil-portugál nyelven van, de ez egy ilyen kis sajtos kenyeret jelent. A folyékony hozzávalókat, mint például az olívaolaj és a tej. A tejből én egy zsírosabb fajtát választottam. A boltokban kaphattok ilyen 3,5%-osat, de nekem egy olyan szerencsém volt, hogy tudtam szerezni házi tejet. A tejből pedig 100 ml-t adunk hozzá. Ez egy kisebb adag. Sokkal nagyobb adagokkal kell majd dolgoznotok. Én most ezt csak azért teszem, hogy ne üljetek olyan sokat a képernyő előtt. 100 ml tej és 50 ml olívaolaj, de ha sima olajjal dolgoztok, sem történik semmi probléma. Megy hozzá egy fél kis kanál só. A parmezán alapvetően sós, úgyhogy tulajdonképpen túlzásban nem esünk. Amint beleraktam a folyékony hozzávalókat, már fel is forralom, teszek egy gyors kis keverő-kavaró kanalat. Amint elkezd egy picit forni, már mehetek is hozzá száraz alapanyagok, mint például a tápióka liszt, amiből 160 dekagramot mértem ki, a parmezánból pedig 80-at. Ahogy látjátok, mindennek a fele, ami az arányokat illeti, a száraz és a folyékony hozzávalókból. Extra gyorsassággal fel is forrt a kis tej olaj sűrítményünk. Ilyenkor, amikor még a gázon van, akkor adjuk hozzá a lisztet. Szépen hozzádolgozzuk. Azért dolgozunk nagyobb tálban, hogy alaposan ki tudjuk keverni. Egy kicsit lejjebb vettem a gázt, hogy ne égjen azért mégiscsak meg. A liszt érzékeny erre, meg egy jobb aljú, akár teflon, akár kerámia, vagy csak egy sima vastagabb felületű aljú tálban dolgozom. Egy kicsit töröm, egy kicsit zúzom, alaposan összekeverem, összedolgozom. El így zárom. És egy deszkára leemelem. Ilyenkor adjuk hozzá az egy tojást. Egy kisebb tojást választottam, ugyanis az alapvető mennyiség az 500 g liszttel indul. De úgy gondoltam, hogy nem fogunk 50 percet ülni és golyózni ezzel a kis kenyérrel, ezért kisebb adaggal dolgozom, de abban megy tulajdonképpen két nagyobb tojás. Így osztottam el egy harmad részre.
Ezzel szépen kikeverem még. A tojásokat egyébként, ha nagyobb adagot csináltok, akkor egyesével adjuk hozzá. Miután eldolgoztál egyet, azután jöhet hozzá a második. Hát, nem egy új szabály a tésztákban. Nagyon érdekes illata van. Valószínű, hogy az a tápiókának köszönhető. A parmezán viszont üdíti majd, és izgalmassá teszi. Több vád is ért, miszerint nem mosolygok eleget, hogy nem annyira mosolygos, mint a hétköznapi élem, de hát akkor ezen túl lazábbra vesszük a dolgot. Tehát gondoltam, hogy a receptek miatt mindenképpen jó sikerüljenek, inkább arra fókuszálok. Tehát így nem fogom visszamolni. Jöhet hozzá a parmezem, 80 g, ez egy picivel több. Ez már mehet kézzel. Ez egy ilyen kis kenyértészta, de ilyen vajas tészta állaghoz hasonlít. A sajt egy picit olvad, de ezért ez egy keményebb fajta, egy kicsit dolgoznunk kell vele. Készen is vagyunk. Az sem baj, hogyha egy picit lazább a tészta, ennél keményebb viszont már ne legyen. Előveszek egy sütőtál, és tulajdonképpen csak ki kell olajoznom. Tényleg nem annyira mérvadó, hogy olívaolajjal vagy növényi olajjal készítitek ezt a receptet, de hát minél egészségesebb persze. Borkorcsolyának tökéletes, ám egy picit meg kell majd válogatni a borok fajtáit hozzá, hiszen tényleg ott van a fanyar kis utó íze, hatása. Egy picit kilisztázzuk, sőt, még egy kicsivel többet is teszek alá. Ha nagyon sok parmezán áll rendelkezésetekre, akkor bármilyen más receptnél is nem csak liszttel lehet kilisztezni a tepsit, hanem parmezánnal is ugyanúgy megsül. Hogyha akár egy kis csirkét süttök, kiolajozzátok, vagy kivajozzátok a tepsit, és utána megszórjátok parmezánnal, nem fog leégni, mi több olyan íz kavalkádot hoz létre közben. Úgy felejthetetlen. Kis golyókat formázunk belőle, nem annyira fontos, szép, sima golyókat készíteni belőle, hiszen a sajt folyamatosan olvad közben. Készen is vagyunk, 180 fokra, 20-25 percig, tulajdonképpen ilyen kis zsemle, arany, sárga, aranybarna színűre sütjük. Nem kell sok neki, és forrón kóstold meg. Mikor már mindenhol parmezán és tápióka illat van a szobában, akkor tudod nagyjából, hogy készen vagy. Nehezen tudsz elfeledkezni róla, hogy kivedd a sütőből, ez nálunk sincs másképp. Szép aranybarnára sültek.
Picit forróak, de azért fogható. És tálaljuk is őket. Körülbelül ilyen kivitelben, kiszerelésben alkalmazzák ezt autentikus közegben is. Esetleg, hogyha még megtöröd, a belsejében látod, hogy nagyon szépen, ragacsosan üldögél a kis parmezán halom. Egy pici vajat is tehetsz rá, hogyha még inkább fokozni szeretnéd az ízharmóniát. A fekete kávét már lefőztük. Tulajdonképpen egy igazán autentikus kis brazil reggelihez nem kell más. A fekete kávé, a pão de queijo, és esetleg egy kis São Jorge. Úgyhogy jó étvágyat nektek! Sziasztok! Műsorunkat friss zöldséggel és gyümölccsel támogatta a Tapolcai Pacsirta és Bacsányi utcai zöldség-gyümölcs szaküzlet. Zsófi főzőbirodalmát friss hús alapanyaggal a Pápai Hús Kft. Tapolcai húsáruháza látta el.